Sziasztok, kedves hallgatók, Tündi vagyok, itt van velünk Viki, szia. Sziasztok. Ez a Szempillantás Podcast legújabb adása, és a mai alkalommal Szkiba Zsuska lesz a vendégünk. Sziasztok. Szia Zsuska, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és igazából szeretnélek bemutatni, de ezt már az adás előtt megbeszéltük, hogy megkérlek inkább téged, hogy te magad mondd el, hogy mivel foglalkozol, és ezzel könnyítsd meg a mi helyzetünket. Először is köszönöm szépen, hogy meghívtatok, és érdemesnek találtok arra, hogy beszélgessünk erről a nagyon fontos témáról, hogy mi az önismeret és az önelfogadás. Hát alapvetően nehéz definiálni magam, pont azért, mert több lábon is állok, és több mindennel foglalkozom. Több mint 10 év egyébként marketing a fő tevékenységem, ami mellett hobbiként indult az, hogy én elkezdtem egy blogot írni 7 évvel ezelőtt, ami kicsit divatszerűen ugye plusz size blogként indult, az első között volt Magyarországon, és egyből két nyelvűre írtam, tehát magyarul és angolul, és az nagyon gyorsan átalakult lelki vizekre, mert hogy az volt az a téma, ami engem jobban érdekelt, meg azt vettem észre, hogy a közösségemet is sokkal jobban érdekli. Úgyhogy onnantól indult az, hogy én ilyen lelki tanácsadóvá avanzsáltam, és ez ott csúcsosodott ki, azt gondolom, hogy 2 évvel ezelőtt megkeresett engem az ország legnagyobb kiadója, ha kimondhatom a nevüket, ami a Libri kiadó volt, hogy írjak egy könyvet ebben a témában Magyarországon elsőként magyar nyelvű szerzőtől, ilyen önismeret és önbizalom témában. Úgyhogy gyakorlatilag írónak is definiálhatom magam, de talán az önbizalom tréner az, ami így ügyesen összefoglalja azt, hogy mit csinálok. És akkor a Zsuskának a könyvének a címe Fogadd el magad, és akkor erről szeretnék téged megkérdezni, mostanában ezért nagyon sok helyről ez megy, hogy fogadd el magadat, hogy nagyon sok önszeretet problémával küzdködnek az emberek, és ez divatos, hogy fogadd el magad, na de mégis ezt egyrészt hogy csináljuk? Tehát ez gyakorlatilag tanácsokat szeretnénk kérdezni, hogy hogy csináljuk, illetve hogy neked ez hogy indult? Szóval, hogy miből jött a gondolat, hogy akkor neked ebben egyrészt foglalkozni kell, hogy másokat hogy tudunk erre rávezetni? Erre a témára szerinted? Hát, szerintem, ha egy szóba szeretnék válaszolni, akkor ez a tudatosság lenne. Én erre próbálom ránevelni az embereket, amit nyilván először önmagammal kezdtem. Tehát amikor hoznám valaki fordul segítségért, hogy ő nincs önbizalma, nem mer felvenni egy bikinit, nem mer egy állásinterjúra elmenni, mert hogy minden területre kihat az önbizalom és annak a hiánya, akkor én mindig azzal szoktam kezdeni, hogy egyrészt én 10 éve dolgozok magamon, tehát hogy ne várjunk csodát, hogy ez holnapra nem vagy kézrátétel én tudok segíteni, bárcsak tehetném. Ez egy nagyon kemény tudatos munka eredménye, amikor az ember a kifelé fordulás helyett, ugye, hogy ki mit gondol rólam, ki mit mond, ez ezt mondta, ehhez hasonlítom magam, helyett elkezdesz befelé fordulni, és az önismeret az, amivel indul ez az egész. Tudom, hogy elcsépelten hangzik, mert ahogy te is mondtad, már mindenhol önismeret, meg fogadd el magad, csak ugye ehhez a praktikai tanácsok hiányoznak sokszor, hogy oké, bólogatunk egy hangzatos idézetet olvasva, csak attól még holnap ugyanúgy rosszul érezzük magunkat reggel a fürdőszobában. Nem lesz jobb. Pontosan. Sem azt, hogy lájkolom, és fú, ez mennyire igaz, és így van, az sajnos nem elég ehhez, és ez kőkemény munka. Én azt szoktam mondani a közösségem, mert hogy tudatosan nem követőknek, meg olvasóknak hívom az én szépségeimet, mert hogy ők a pluszos szépségek, ami nem feltétlenül a kilókra utal a plusz, hanem az a bizonyos plusz, ami mindenkiben megvan, és egyedivé és szerethetővé teszi, mert hogy én ebben hiszek. Na, ezt kell megtanálnia mindenkinek, hogy mi az, amiben te más vagy, és mi az, amit ünnepelni lehet, és nem pedig szégyelni, vagy kellemetlenül érezni magad azért, mert te nem úgy nézel ki, mint a címlaplány, vagy a barátnőd mondjuk jobban áll az a bikini, ugye most egy pont aktuális témába így belenyúlok, mint bikinitest. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tudatosság az nagyon-nagyon fontos, és elkezdeni önmagunkon úgy dolgozni, mint ahogy konditerembe megyünk, vagy sportolunk. Ugye ott sem egy hét alatt lesz olyan a testalkatunk, vagy a fizikumunk, a fitségünk, ahogy ezt szeretnénk. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy önmagadon és ne egy hét alatt várd azt, hogy hopp, így minden megváltozik, és csoda történt. Nem, ezen folyamatosan napi szinten kell dolgozni. És közben lehet rossz? Tehát, hogy én lehet, hogy én azt érzem, hogy ez nekem rossz. Lesz. A másik dolog, ami nagyon-nagyon fontos, és ezzel nem riogatni szeretnék senkit, aki el akar kezdeni. Nem mindenki a gatyája. Önmagán dolgozni, de elkerülhetetlenül először rossz lesz. Tehát először én azt szoktam mondani, hogy le kell menni oda a mélybe, mert például az, hogyha te a barátnődhöz, vagy a Facebookon az ismerőseidhez hasonlítod magad, az mindig indul valahonnan. És annak az okát belül kell keresni. Valami nem oké. Ezzel nagyon sokszor nem nézünk szembe,
és nem vagyunk őszinténk önmagunkkal, és valamivel elpalástoljuk. Ugye ilyenkor van, például a szingli nőknél lehet ezt megfigyelni, hogy így rohangálnak mindenki után, zéró öntisztelettel, mert hogy nem néz szembe magával, és máshonnan várja a boldogságot. De ugyanez lehet mondjuk, aki a sportba menekül, mert beteges szinten, vagy túlzó szinten, vagy akár alkoholtól kezdve drog, bármi olyan, amit kívülről várod, azt az impulzust, hogy nekem most jobb legyen, azt kéne belül megkeresni. És ahhoz viszont először lesz egy rossz periódus. Igen. Szerintem az lehet így állati nehéz, hogy mint első lépésként mondod, hogy így lemenjél nagyon mélyre, meg így kikapcsolod a külvilágot úgy, hogy egyébként a különböző közösségi portálokon ugye ömlik rá az, hogy mindenki mennyire boldog, mindenki szép, mindenki jól érzi magát, mindenki finomakat eszik, tehát nem tudom már, hogy mit mondjak, és amúgy nyilván ennek a nagy többsége egyébként nem igaz. De hiába tudja ezt mindenki, ettől így egyszerűen nehéz szabadulni. Vagy én azt látom mindenkin, hogy ez egy baromi nehéz dolog. Nem? Szerintem nagyon jó, amit érintettél, mert hogy amikor készültem erre a beszélgetésre, én átgondoltam, hogy ez lesz az egyik praktikus tanácsom, amit adok. Jaj, az jó. A tudatos médiafogyasztás. Mert hogy nemrégében volt egy bikini test workshopom, senkit nem műtöttem meg, csak a lelkét. Én azt szoktam mondani, hogy a léleknek van szüksége elsősorban a műtétre, én ebbe szoktam segíteni, éppen ezért fáj egy picit néha, de utána jobb lesz. És az egyik ilyen dolog, hogy kiket követsz és kit figyelsz. Mindannyian tudjuk, hogy a magazinokban photoshopolt képek vannak, mindannyian tudjuk, hogy lesz 10 olyan cikk, hogy hogyan legyen bikini testet, hogyan fogy le nyárra, hogyan legyél ilyen-olyan. Aztán utána persze jön majd egy fogadd el magad, de utána megint jön egy ilyen poszt, ahol a marketinges hátterem az, ami segít megértetni az emberekkel, hogy itt kőkemény bizniszről van szó. Azok ott kőkemény tízezrek és milliók vannak a háttérben, el kell adni egy-egy terméket. Nem kell hibáztatni a médiát, tehát én nagyon szeretem a médiát, mert segítenek terjeszteni az igét, amit igen. hirdetek, viszont tudatosan kell azt nézni, hogy azt tudod, hogy az ott nem igazi, az ott egy photoshop volt, mert egyébként történetesen a bikini testről kiemelném azt, hogyha most megkérdeznélek, de meg is kérdezzük titeket, hogy szerintetek milyen egy bikini testi, hogy írnátok le? Hogy néz ki az a nő, akinek tényleg olyan jó teste van, nem tudom, a dereka, a hasa, vagy mit mondanátok róla? Természetes, szép szálkás izmos. Szálkás izmos. Egészséges. Nem nekem egy ilyen... a lapos has, kerekded popsi, de nem, tehát nem húsosan, hanem úgy, szépen olyan valamit fogni, ugye, ahogy mondják a így, és hát úgy van melle azért, tehát ott is van mit fogni, de nem az a nagyon nagy. Tehát nekem mondjuk ez az a igazi bikinitest. Nekem az izom az nem annyira... Annyira jól összefoglaltad egyébként, mert hogy én is csináltam egy ilyen listát, pont az alapján, hogy akár milyen képeket kommunikálnak felénk. Ugye ez a hosszú combok, kerek popsi, lapos has, keskeny derék, legyen melle, de ne túl nagy, tehát az sem jó. Ne túl nagy, ne túl kicsit. Így van, de azért kerek, de ne legyenek striái, tehát gyönyörű legyen a bőre. Jaj, persze! Aztán ugye szőre is se legyenek, mert persze. Mi mintha úgy pottyantunk volna ki édesanyánkból, hogy rajtunk nincs szőre egy szál sem. Semmi, sehol tehát, hogy hegek se legyenek, tehát semmi ilyesmi. Na most, hogy... Ha meg szeretnénk keresni ezt a bikini testet, ez egy Photoshop eredménye. Igen. Tehát, hogy itt kell nagyon-nagyon megint csak tudatosnak lenni, főleg így a nyár beköszöntével, hogy ne akar ilyen lenni, és talán ez a második olyan praktikus tanács, amit mondanék a hallgatóknak, vagy aki eljut ez az üzenet, hogy a tökéletességet el kell engedni, mert tökéletesség nem létezik, és amíg te a tökéletességet hajszolod, legyen az a kinézetedben, a sminket tökéletes, a hajad tökéletesen álljon, a párkapcsolatod tökéletes legyen, az otthonod makulátlan legyen, minden tökéletes legyen, nincs ilyen. Folyamatosan csalódásra fogod ítélni önmagad, és folyamatosan csalódni fogsz, és még inkább tönkreteszed a saját lelki életed. És akár ez a Facebookra is jellemző, hogy ismerősök tökéletes posztjaihoz. Igen. Azért egy dolgot hagy emeljünk már ki, hogy ezt ne felejtsük el, hogy te jelenleg a te színfalak mögötti életedet hasonlítod valakinek a reflektorfényéhez. A reflektorfényben mit teszünk? Ami a legszebb, meg ami a legjobb. Igen. Tehát a saját kis nyomoráról, vagy szomorú pillanatról azért nem szokott az ember, hogy legalábbis nagy részük posztolni. Igen, hogy annyira rémes. Tehát... Igen, ma is rosszul keltem föl, nem tudom, hogy szarul. Le van dolgozva a szemem, le van dolgozva. Ilyet nem látunk azért. De egyébként mennyire jó lenne, hogyha ez is lenne, de mostanában azt akartam megjegyezni, hogy egyre több ilyen van, nem tudom, te ezt mennyire, vagy ti mennyire figyeltétek meg. És egyre többen vállalják be ezt, hogy smink nélkül vagyok, és nem így jó a kedvem. És, tehát, hogy kicsit úgy igaziak legyünk, igen, ne csak ez a fék dolog menjen mindenhol. Én egyre inkább ezt látom, és ennek úgy örülök. Én is látok egyébként erre próbálkozás, de azért nagyon nem ez nem, csak hogy valami van. Tehát nekem már nekem örülök, hogy valami van. Igen.
Ez egyébként nagyon fontos szerintem, és hál' Istennek, hát ugye a Détúd Krisztának volt, azt hiszem tavaly, vagy tavaly előtt egy ilyen projektje, hogy 365 napon keresztül ez a smink nélküli fotók, ami egy zseniális, és tök jó, hogy valaki ilyeneket csinál. Egyébként saját részemről én is úgy szoktam lenni, hogy akár egy izzadt edzés után is smink nélküli képet én ugyanúgy kiposztolok, mert hogy ez pedig még egy praktikus ötlet, hogy ugye az összehasonlítást hogyan tudod kiküszöbölni, attól, hogy nincs rajtam smink, vagy attól, hogy a hajam zilált, mint mondjuk most, bár ezt a hallgatók nem látják, de a lányok megerősíthetik. Tehát attól függetlenül én ugyanaz a szivazsuska vagyok. Ez semmit nem volna az értékeimből. Az persze tök jó dolog sminkelni, a sminkelés számomra egy kreatív önkifejezés, akár csak az öltözködés, hogy ma éppen ki leszek. De ez nem olyan értelemben részese az én, vagy része az én személyiségemnek, hogy meghatározni azt, hogy ki vagyok. És ezt kell megint csak tudatosan tudatosítani magunkba, hogy attól, hogy most nem a top formátban vagy, te ugyanaz a kedves, szerető, jószívű, na, és itt jön majd egy következő tanácsom. De már itt lassan letolom az összes tanácsom. Nem mondja, ez a lényeg, hogy erre vagyunk kíváncsi, mindenki erre kíváncsi. Mert hogy szomjazunk itt. Ami még ilyen nagyon-nagyon fontos, praktikus tanács, az egyéni konzultációkat is szoktam tartani, ugye, ami arról szól, hogy négy szem közt, zárt ajtók mögött próbálok segíteni nőknek és az életüket összerakni, úgymond. Heti rendszerességgel találkozunk és megbeszéljük, hogy mi történik. Ott az egyik első dolog, amit én kérni szoktam, ami egyébként a weboldalamon is megjelenik, ez a pluszos lista. Ez a pluszos lista azt jelenti, hogy veszel egy A4-es lapot, és elkezded összeírni azokat a dolgokat, amiket szeretsz önmagadban. Tehát milyen vagy te? Nagyon sokszor egyébként először az külsőségekbe fog kimerülni, hogy szép a szemem, tök jó. Tehát az is jó, ha már csak két tétel felkerül erre a listára. És minél többet egyébként például a barátnős beszélgetésen is lehet ezt a listát használni, hogy megkérdezni a barát, hogy szerinted én milyen vagyok. Mert sokszor önmagunkat annyira le tudjuk húzni, és nem emeljük ki azt, amiért például a másik barátkozik velünk, mert annyira jó szívek vagyunk, és nekünk ez olyan, hát olyan természetes. Nem, ezek, látom, azért betalálok helyekre, jó van. Tehát, hogy ezeket az értékeket igenis, hogy össze kell írni, és mondjuk ezt a lapot, ez lehet egy ilyen első segély is az ember életében. Most csak egy dobozba kell zárni. Igen, hogy a táskádba, a tárcádba összehajtogatod, és amikor beüt a krak, amikor valami olyan történik, hogy te azt érzed, hogy semmit nem érsz, ez sem jön össze, már ez sem működik, ez is megbántod, akkor fogod, előveszed a papírkádat, és egy kicsit így tuningolod saját magadat, hogy de azért én nem vagyok annyira értéktelen. Mennyire jó tanács! Én egyébként gondoltam erre rá, nekem is picit kicsi az önbizalmam, ugye erről tűnni sokat tudom mondani, és én is dolgozom ugye magamon, és pont múltkor a férjem mondta, hogy nekinek érezzen a barátnőidet, hogy ők mondjanak rólad jó dolgokat, és akkor azt mindig így ugyanúgy fölírni, vagy hogy tudatosítani magadban, mert biztos, hogy jobbat fognak mondani, mint amit te gondolsz magadról. És tök igaza van, hogy ez nagyon sokat segíthet. Amikor találkoztunk a Vikivel, mondtam neki, hogy olyan csinos vagy ma, és akkor mondta, hogy te hogy is? Ezben rögtön a válaszom, te hogy is? Igen, szóval ez nagyon jó tanács. És ez egyébként, amiben most megint vele nyúltunk, a bókolás, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mert hogy én erre is szoktam, mert hogy az önelfogadást, az nem csak te gyakorlod, hanem tanítod is a környezetednek. És például, hogyha van egy családi összejövetel, vagy egy olyan baráti összejövetel, akkor én mindenkit arra bíztatok, hogy bókoljunk, de ne feltétlenül csak külsőségek alapján. Tehát, hogyha valakinek olyan érdeme van, hogy nem tudom, egy tök finom süteményt sütött, vagy ügyesen megcsinált egy projektet, elvégezte a munkáját, nem késett el, pedig el szokott késni. Tehát, hogy ilyen dolgok vannak, akkor ezt emeljük ki, és dicsérjük meg a másikat. Mert az a gond, hogy annyira külsőségekre ráfeszülünk, mint hogyha sokkal fontosabb lenne, mint a belső értékeink. Nyilván én sem uvó vagyok, és nem egy másik boly, tehát én is látok embereket, és vizuális vagyok. Ugyanakkor nem az a legfontosabb egy emberrel kapcsolatban. Én azt szoktam mondani, hogy én nem vagyok egy 90-60-90 csaj, de nem is ez a legfontosabb velem kapcsolatban. Ha valakinek ez, akkor aztán nincs együtt dolgunk. Ez pedig egy másik olyan dolog, hogy fontos ezt felismerni, hogy akkor el kell. Akkor ő nem a te embered, nincsen sok közös dolgotok, és ne engedd be úgy a saját privát szférádba, hogy ő megbánthasson, vagy megsértsen téged. Mennyire igaz. Valahol védelmezni is kell magunkat, igen, nyilván azért az emberek is gonoszak. Az emberek és a posztok gonoszak tudnak lenni. Ajjaj. A Kislabda 32 nevezetű felhasználóként csak így utalok rájuk, mert ez meg egy másik dolog, amit szintén felírtam magamnak, hogy ugye a kritikát hogyan kezeljük. A könyvemben egyébként egy egész fejezet szól erről, mert hogy van a vélemény, és van a kritika, és van a konstruktív kritika. A konstruktív kritikától azt éltetni kell, az nagyon-nagyon jó dolog.
erre csak, hogy egy példát mondjak, hogyha valaki nekem azt mondja, hogy Zsuska, te pont-pont-pont-ul írsz, azzal én nem nagyon tudok mit kezdeni, mert ebből nekem nem derül ki az, hogy mi nem probléma? Tudom, hogy sok a szó ismétlés, vagy túl merev a stílus, vagy micsoda. Viszont ha valaki már úgy, hogy figyelj, szerintem ezt és ezt a részt, itt túl sok volt az, amit erről meséltél, vagy ismételted ezt a gondolatot, ahogy például a könyvem született, és a szerkesztőmtől kaptam vissza, az egy konstruktív kritika. Uh-huh. Tehát az az, amit igenis, hogy kérjél és várd el, és ne vedd személyes értésnek, mert az nem a te rombolásod érdekében következett, de ezzel szemben mondjuk egy negatív vélemény. Ugye ez az interneten név nélkül dobálózunk, és beszólunk, és a saját belső frusztrációnkat kivetítjük másokra, de itt is fontos a tudatosság, és ez is egy ilyen praktikus tanács talán az önbizalom növeléséhez, hogy hogyan kezeljük ezt, az nem rólad szól. Tehát, hogyha valaki egyértelműen rossz indulat van, azt kell mindenkinek megérteni, hogy egy tükör vagy, és valamire őt te előhívsz valamit abból a másikból. Ő valamit nem dolgoz fel, rajtad meg azt látja, hogy te meg így jól érzed magad, hát akkor találok már valamit, amit belekötök, és nehogy már jól érezd magad, ha én nem tudom magam jól érezni. Tehát, hogy, és hogyha te ezt így felfogod, hát ugye itt van az, amikor valaki már annyira empatikus, mint én néha már megsajnálom azt, aki bánt, mert tudom, hogy ő valamin átmegy, és olyan küzdelmei vannak, hogy ez nem rólam szól. Tehát, hogy ez szerintem nagyon-nagyon fontos így, ezt is tudatosan. Igen, tehát, hogy mennyire rossz lehet egy ingerszegény környezetben annyit csinálni esténként, hogy kommenteket hagysz vadidegeneknek, és kiosztod őket, hogy ők mennyire rosszak, és egyáltalán miért csinálják. Hát nekem is volt már olyan, a Nők Lapja Kaffén van egy rovatom, hogy én burkolózzak leplekbe, és bújjak el a világ előtt, de tehát kaptam már itt is ilyen hozzászólásokat, meg hogy mennyire undorítan nézek ki. Persze, tehát, hogy ez így előfordul, de, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy tehát én sem vagyok egy gurú, nekem is vannak rosszabb időszakaim, és igen, nekem is rosszul tudod esni, vagy hogyha például nem tudom én, akár van olyan, hogy így a családom oda keverik, hogy engem biztos gyerekkoromban, és hogy engem hogy neveltek, tehát hogy azért az már azért tényleg rosszul tud esni az embernek, viszont ott kell megint elcsípni ezt, hogy ez megint csak nem rólad szól, és nézd meg azt, hogy ki mondta, és majd utána, hogy mit mondott. Szerintem az baromi nehéz, én ezt így magamon tapasztaltam régebben többet, most már azért igyekszem csípni, hogyha erről van szó, hogyha valami nem oké, és akkor először én mindig azt érzem, hogy ilyen sündisznó leszek, és ugyanezt, uh-huh. hogy nem arra gondolok, hogy most mi, vagy lehet, hogy tudom is, hogy mi a probléma, és szerintem ez tök sok embernél van így, hanem az, hogy csak egyszerűen kötözködik az ember ideges, frusztrált, uh-huh. stb., és hogy ez egyáltalán nem jó, tényleg, tehát, hogy... Igen, és azért ott... Tehát és ez utána olyan rossz azt mondani, hogy jó, egyébként hülye voltam, és nem is a te hibád, és nekem bennem van, és ez szóval ez tök nagy bátorság kell szerintem. De igen. Beismerni is szerintem nagy bátorság, meg sérülékenynek lenni is nagy bátorság. Tehát azt mondani, hogy én most nem vagyok jól, és most nem oké ez is ez a dolog. Mert megint csak ugye én azt látom a nőkön, hogy sokan félnek és szégyelnek segítséget kérni, mert hát ez olyan ciki, meg jaj, hát most így önbizalomra, de tehát erről beszélni kell, mert ez ugyanolyan, mint hogyha a fáj a torkod, elmész az orvoshoz, hogyha a lelked fáj, akkor meg kell találni azt a segítőt, aki tud neked segíteni. Nem biztos, hogy én leszek az, de kérjél segítséget. Tehát ez nem szégyen, mert hogy egyébként ez tényleg annyira tönkretehet egy párkapcsolatot. A munkád rámehet. Például most egy nagyon egyszerű példánál fogva, nem fogsz jelentkezni egy álláshirdetésre, mert szerinted te nem vagy elég jó, neked ez úgysem sikerülne, meg hát egyébként is mit mondanak, hát akkor inkább nem jelentkezel. Magyarul nem fogod magadból a maximumot kihozni, mert saját magad ellenlábasa vagy. Mert nincsen önbizalmad, és azt gondolod, hogy neked ez biztos, hogy nem fog összejönni. Fú, ez egy átnehéz téma, amihez érkeztünk, és egyszer voltunk egy előadásodon, egy rendezvényen, és ott tök sokat beszéltél ott is az öndicséretről, önszeretetről, és hogy ezt szeretném egy kicsit mindenképpen, hogy is mondjam, kihangsúlyozni, hogy ez mennyire fontos, meg ugye kapcsolódva az előzőekhez, hogy ott azt mondtad, és ez nekem nagyon tetszett, hogy ilyen cetliket hadsz így a lakásba, és fölírod rá, hogy szép vagy, jó vagy, stb. És hogy ezek egyébként tényleg így történnek, hogy a lakásban van ilyen cetliket? Nem mindig, de abszolút nálam ez ilyen tudatosan jönnek ezek a segítő gondolatok, hogy akkor, mert hogy ez onnan fakadt egyébként, mert ugye a nagy kép, amiről ugye beszéltem, azok az önszeretett nyelvek voltak,
És saját magamból kiindul, hogy a Gary Chapman pszichológusnak van ez a 5 darab szeretet nyelve, ugye az emberi kapcsolatainkban hogyan fejezzük ki a szeretetet a másik felé, és én ezt egy picit így átreformáltam önszeretet nyelvén, hogy az önmagad felé irányuló szeretetet te mivel tudod a leghatékonyabban kifejezni. Na most ez nálam az abszolút az elismerő szavak, ez az egyik önszeretett nyelv. Én az a típus vagyok, akit más is úgy tud motiválni, ha megdicséri, azt mondja, hogy ügyes vagy, és menjél. Tehát nekem ez sokkal többet jelent, mint mondjuk egy ajándék. Vagy a nem tudom, testi érintés, mert ugye nem tudom, vagy az ajándékozás, szívességek, ilyesmik, hát a szeretett nyelveken belül, és nekem sokkal fontosabbak a szavak, és éppen ezért önmagamat is így tudom motiválni, hogy mondjuk a tükörre, a fürdőszobában ott van, hogy tök jól nézel ki. Vagy a mai napod is tök jó lesz, és ügyes vagy, és meg tudod csinálni. És ez megint egy olyan dolog, hogy nem mindig kívülről várjuk ezt, mert nem feltétlenül lesz ott az, akire mindig számítunk, és majd így lök minket előre, hanem neked kell a legnagyobb szurkolónak lenned, tehát önmagad szurkolójává válni, hogy dehogy nem meg tudod csinálni. És például ezek az emlékeztetők, ez is akár egy ilyen praktikus tanács, hogy ugye van nekem egy 100 napos programom, ami még folyamatában van a befejezés, ez a 100 nap önmagamért, 100 ötlet arra, hogy hogyan tudsz önmagaddal törődni. És ez abban... a vállalás. Igen. Ebből azért már fent van a YouTube csatornámon kb. 34 darab videó, mert hogy videókat csináltam minden egyes feladatból, és ez a terv. Egyébként most nyáron fogom folytatni. Mondd egy-két példát. Ezt akarom kiemelni, hogy például az elismerő szavaknál az egyik ilyen példa, hogy mindenkinek a mobiltelefonjához hozzá van nőve a keze, és azt nézzük szerintem a legtöbbet. És ugye éppen ezért, mivel a telefon annyira fontos és központi szerepet tölt be az életünkbe, akkor miért ne használjuk ki egy kis önbizalom növelésre? Mégpedig azt tanácsoltam az egyik ilyen programban, 100 nap önmagamérben, hogy írjunk fel emlékeztetőket. Ugye, ahogy az ébresztő reggel megszólal, ha mondjuk tudod, hogy egy keményebb megbeszélésed lesz, hogy egy olyan megpróbáltatás, akkor előtte beállítod magadnak akár ébresztő szintjén, hogy tudod, hogy meg tudod csinálni, és ügyes vagy, és sikerülni fog, és megvan benned, ami ehhez kell, és elég jó vagy. Mert ugye a leggyakoribb kérdés az szokott lenni, hogy nem vagyok elég. Nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég szép, nem vagyok elég rátermett, nem vagyok elég magabiztos, és akárha csak ennyit felírsz magadnak az emlékeztetőben, hogy elég jó vagy. Az tud adni egy olyan löketet, amit ugye mindig mástól várunk. Így van, hogy azért hidd el. Vagy akár mondjuk volt egy másik ilyen, és hogy a telefonod hátterének állíts be egy olyan inspiráló gondolatot vagy idézetet, amire már annyiszor ránézünk, hogy adjon egy kis pluszt akár a napodon belül, hogy igenis, hogy bármilyen nehézség van előtted. Nekem például ugye az elengedés volt sokszor nagyon nehéz, és ezzel kapcsolatban írtam ki magamnak tudatosan egy olyan háttérképet a telefonon, hogy igenis, hogy meg kell tanulni, mert aminek már nincsen helye az életedben, azt el kell tudni engedni azért, hogy tovább tud lépni. Uh-huh. Úgyhogy ezek abszolút ilyen saját magam által is kipróbált és bevett, nem pedig csak valahol olvasott tanácsok, tehát a hitelesség az egyébként is nagyon-nagyon fontos számomra, úgyhogy amikor azt mondom, hogy fel lehet állni a padlóról is, akkor fel lehet állni, mert akár a könyvemben is olyan személyes történeteket is megosztottam, hogy hát azért nekem sem ilyen rózsás volt mindig, sem a magánéletem, sem a szakmai, és meg kellett tanulni azt, hogy kiállok magamért, és meg tudnak bízni a képességeimben. Mondasz még példákat ebből a programból, mert ez annyira tetszik nekünk, hogy ezek tényleg praktikus tanácsok, amit szerintem mindenkinek tud csinálni. Hát például egy másik olyan dolog, ami talán ilyen erőt tud adni. Én nagyon tudatosan szoktam mászkálni is a városban. És ugye amikor az ember rohan és éli az életét, akkor tényleg ilyen csőlátásba így nézel előre, A pontból B pontba rohansz, most vagy autóval, vagy tömegközlekedés, vagy gyalog, de mintha nem is ebben a városban élnél, hanem is itt lennél. És én szoktam olyat javasolni, hogy egyrészt menjél randizni önmagaddal, és a várossal. Ez mennyire jó. És hogy csinálj fotókat, nézd felfelé. Olyan gyönyörű, ugye Budapesten élünk, legalábbis mi, de mindenkinek a lakóhelyén meg lehet találni azt a szépséget, amit egyébként nem veszel észre, és mindent olyan garanciának veszel, hogy hát ez úgyis ott van. De miért ne élveznéd? És én csináltam ilyen fotónaplót konkrétan egy napomról, és megörökítettem azokat a dolgokat, ami tetszett, vagy inspirált.
vagy így valamilyen pozitív érzéssel töltött el, úgyhogy akár ez a fotós randi is egy olyan dolog lehet, amikor egy szombat délutánodat rászánod arra, hogy jó, akkor most jön egy kis énidőzés, és önmagammal leszek, és nem kell feltétlenül mindig társaságot keresni, hogy akkor most valaki ráére a barátnő, vagy nem. Egyedül próbál meg élvezni és érezni a várost és a környezetedet, és olyan dolgokat fogsz felfedezni, amit eddig nem is láttál. Hát olyan szobrokat, meg ilyen frontokat, épületfrontokat látok itt Budapesten, és gondolnám, hogy már így eldöntöttem, hogy honnan szeretnék tűzijátékot nézni, például itt a Baross utca környékén van egy olyan szép tetőt, én igen, mondom, olyan jó lenne oda felmenni, amit eddig nem is láttam, hogy ott van, pedig évek óta itt élek. Úgyhogy például ez is egy olyan időtöltés lehet, amit az ember önmagára szán, és ez se nem pénz, se nem időkérdése, mert egy pár óra az egész. Ez annyira durván mondtál, bennem nagyon sokszor volt ilyen, hogy én ilyen 11. kerületi voltam, ha most már nem vagyok, de voltam tőzsgyökeresen, és mindig ugyanazokon az utcákon mentem, és akkor egyszer csak így próbáltam én is fölfele figyelni, és akkor mindig kérdeztem a barátoktól, és ez eddig is itt volt? És mindig kérdeztem, hogy itt volt, de hogy én nem vettem észre, és ez annyira durva felismerés volt, mert én is tudatosan igyekszem ezt csinálni, csak hát tényleg az ember által bele van buzulva a telefonjába, ugye így folyamatosan, nem néz föl, tényleg nem néz föl, nem néz. Nem lát, hanem csak tényleg ez a kis szűk világában van benne, szóval ez egy szuper dolog. Igen, és egyébként én így a felnézésre olyan apró példákat is tudnék mondani, hogy szerintem engem hülyének szoktak nézni a metrón, mert hogy én nagyon szeretek zenét hallgatni. Tánc. És ugye nem. Volt már olyan egyébként, hogy így mozgok, mert annyira jó pörgős zene ment a Spotify listámon, hanem így én nagyon szeretem nézni az embereket, így nézelődök, mindenki a telefonjában van, vagy olvas, hogy bele van temetkez, és én meg így nézelődök körbe, és van, hogy így mosolygok, mert én gondolkozok valamin, vagy álmodozok, úgy eszembe jut valami, és akkor ott állok, annyit látnák, hogy ott áll egy csaj, be van dugva a füle, és mosolyog. Tehát tudja, hogy valami gáz van vele, vagy ki tudja, hogy mit csinál. Te, aki mosolyog, már tuti nem oké. Igen. Mosolyog, nem a telefonjában. És annyira nincsenek hozzászokva az emberek, hogy borzasztó. A másik dolog, amit meg így tudnánk javasolni, és ez is a 100 programban is benne van, meg úgy önmagunk és mások építésére, az, hogy vadidegeneknek kezdjünk el bókolni. Nálam egyébként a CBA kasszás lányok, ők már ismernek engem, ugye oda szoktam járni, de azt is, igen. Annyi várják, hogy gyere szerintem, nem tudom, hogy mikor már tudsz, hogy mondjon valami hosszú. És amikor látom azt, hogy tudod, mert így mindenki idegbeteg a sorban, a kasszással üvöltenek és beszólnak neki, mert ő is alig várja, hogy egyáltalán vége legyen ennek a napnak. Háttérre elnézést kérünk, de autentikus adásunk van ugye itt egy kávézóban, úgyhogy nem tudjuk mondani, mindenki érez, de azért itt van velünk egy kávéházban, iszogatjuk a kávénket, eszünk a sötinket, és közben hát itt történik az élet, így van. Ugye bocsássuk, folytasd csak! Tehát, hogy ugye a kasszások, de akár egy eladó, de mindjárt mondok több történetet erre, és volt olyan, hogy így ránéztem a hölgyre, és mondtam, hogy mondom nyugodtan, tehát egy fél pillanatra álljunk meg. Mert láttam, hogy már mindenki így körülbelül az anyját szitta, és mondom, minden rendben van, semmi gond, és mondom, kitartást, mikor fogsz végezni, mikor jár le a műszakot, és tényleg az a pár jó szó, vagy az, hogy megköszönöm, illetve egy másik ilyen példa, ami az ünnepi időszakban volt karácsonykor, hogy én konkrétan megköszöntem a buszvezetőnek, az oszkáros kocsisnak, a metró ellenőrnek, hogy dolgoznak, és azért dolgoznak, illetve az éjjel-nappaliba boltjelódanak, hogy nekem kényelmes karácsonyom lehessen, hogy én tudjak utazni, és látni kellett volna egyébként az arcokat, meg a metró ellenőrnek, és mondtam, hogy köszönöm szépen a munkáját, meg gondolom, hogy lenne jobb dolga is most a családjával lenni, és mondom, tökre értékelem, és köszönöm. És annyira meglepődtek, mert nincsenek hozzászokva az emberek. És tényleg csak egy jó szó, ennyibe kerül meg, egy nagyon kevés odafigyelés, és annyira meg tudod változtatni, és te is jobban érzed magad. Eleve máshogy viszonyulnak már utána hozzád, és úgy így tudsz igazán változást elérni az életben, meg a környezetedben. Én egyébként így nagyon picibe, de már a karácsonyi időszakban egyébként azt is, hogy nyilván utálok bevásárolni, járni, bármilyen már novembertől nem szeretek megvenni a plázában. Igen, horror. De viszont az, hogy mindenki azt mondja, hogy kellemes ünnepeket, ez már egy kedves, már ezt egy kedves gesztusnak éri meg az ember szerintem, és ez tök jó.
És egyébként például meg mi nők egymás között, tehát azért egy nőtől milyen jól esik egy bók. Tehát ismerjük el, hogy a pasi tudjuk, hogy mit akar, mindig van egy hátsó szándék, amikor bókolna, persze, hogy jól esik, de amikor egy nőtársunk azt jelenti, hogy idegen nő, akinek nincs is érdeke, tehát nem a barátnőnk, én ezt rendszeresen szoktam szórakozó helyen, vagy bároknak a mosdójába ezt így performálom, és előadom, így valójában, hogy mondom, ú, de szép ez a rúzs, meg milyen jól néznek, meg milyen szép ez a fülbevaló. Nem azért, mert erőltetettem mondani, ha már kigondoltam, akkor én úgy vagyok, hogy akkor kimondom. Így tök van. De, igen, de figyelj, én tök sok embert ismerek, akik egyáltalán nem bókolnak, szerintem sem maguknak, sem másnak. Uh-huh. De ez miért? Igen. Ez egy irítségből? Van benne egyébként irítség. Rohadj meg! Neked jó vagyok. Körülbelül. Barátok is szerintetek? Tehát, hogy ott is van egy rejtett valami érzés esetleg, hogy ő esetleg ma jobban néz ki, és akkor már csak azért se dicsérem meg? Igen, mert akkor egyből elkezded, mert hogy most legyünk őszinték, ezt tudom, hogy nagyon keményen fog hangozni, de mindenki saját magával van elfoglalva. Tehát te a saját egónkkal küzdünk, és amikor jön egy ilyen, hogy ő milyen jól néz ki, akkor már ezt lefordítod, hogy én meg nem. És sokkal rosszabbul nézek ki, basszus, hát akkor már nem fogom még rosszabbul érezni magam, hogy még itt bókoljak is neki, hogy amikor én meg nem. Na és szóval, hogy itt kell azt megint csak tudatosan leválasztani, és tudni, hogy egy másik nő szépsége, az nem volna a te szépségedből. Tehát te attól nem leszel nincs csúnyán. Nincs közel, igazából az sajátod. Így van, vagy akár az értékei. Tehát amint a tisztába kerülsz azzal, hogy ki vagy, és hogy nézel ki, akkor nem fog ez fájni, hogy másnak bókoljunk, vagy elismerő szavakat mondjunk, mert hogy egyszerűen nincs relevanciája a te életedre ennek. Mm-hmm. Tehát, hogy nem szabad irigyen nézni a másikra, de hanem ismert fel a sajátod. Ez az, ami nem motivál. Tehát én nem hiszek sem az ilyen alázós motiválásokban. Ugye vannak ilyen fitness. Igen, ez a te utolsó nem tudom mi vagy. Nem is értem. Én nagyon szívesen beszélgetnék olyan nőkkel, ha van köztetek kedves hallgatók olyan, akik szeretik ezeket a fitness nácikat, hogy mi az, ami így megfog. Egyébként én sejtem, hogy mi. Mert hogyha valakinek eleve nincs önbecsülése és öntisztelete, és azt mondom, hogy te egy utolsó nem tudod, te ezt elhiszed, mert te ezt hiszed magadról, és behajtod az igába a fejed. Ezt máshol amúgy kezelni szoktál. Hát igen, csak ugye hát itt van egy-két ilyen oldal, akik erre alapozzák a kommunikációkat, a hideg kirázt tőle, tehát én nem hiszek se az alázásba, se a gyalászkodást, tehát nem úgy lehet felemelni valakit, hogy letaposom, és te egy utolsó, és hogy nézel ki, és egyébként a közösségemből olyan sztorikat hallok, hogy miket kommentelgetnek, pont az ilyen fitnessedzők, hogy na, ez így nézek én ki, ahogy te soha nem fogsz. Tehát ilyen jellegű. És igen. Fizet az edzőnek igen. Azért, hogy ezt mondja. Azért, viszont ott tényleg azért nagyon komoly problémák vannak. Hát önbecsüléssel nagyon. Ez tényleg olyan, mint egy bántalmazó kapcsolat. Hát igen. És ez valaki azért fizettem a számomra, ez a legmegdöbbentőbb. Hát ez az, hogy magadat annyira nem becsüled és annyira nem nézed. Zsuska, én még így a végére egy dolgot szeretnék kérdezni tőled, hogy te hogy kezdted el ezt a blogolást? És hogy jött ez az egész szeretet meg elfogadása az életedben? Hát ez érdekes, mert hogy mondom, én önmagamon tudatosan legalább 10 éve, ha nem több, hát körülbelül 10-12 éve dolgozom, tehát ez annak az eredménye. Sok munka volt? Nagyon sok. És még most nagyon is egyébként? Persze. Te folyamatosan kell szeretni önmagunkon dolgozni, de nincs olyan kész vagyunk. Nem. Akkor én most már én jó vagyok, átradölök. Ez a kicsit rossz hírem, igen, hogy olyan nem lesz, ilyen nirván állapot az nem nagyon van, vagy legalábbis, mert hiszen történik az élet. Tehát engem is érnek olyan negatív dolgok, ami mondjuk padóra tud küldeni, és akkor megint vissza kell mászni, és akkor megint dolgozni kell magamon. Én azt szoktam mondani, hogy ugyanazt az utat járom, csak lehet, hogy egy picit előrébb, mint mások, de ugyanúgy dolgozok magamon. Egyébként is mondom, ez több mint 10 éve kezdődött, amikor ez a szingli élet, és mint egy őrült, mindenhonnan vártam a boldogságot, ez a majdnem köldöki kivágott felsőbe rohangáltam Budapesten, és elismerésre és validitásra vágytam, mondjuk akár férfiaktól vagy másoktól. Közben meg tele voltam frusztrációval és önbizalomhiányom, és akkor így ugye, hát a level pszichológia az mindig is érdekel, tanultam is egy darabig pszichológiát, és elkezdtem magamon dolgozni, mert hogy én egy nagyon-nagyon kíváncsi természet vagyok. Tehát én nagyon-nagyon sokat szoktam kérdezni, nem azért, hogy provokáljak, de meg akarom érteni, hogy és ez miért így van, vagy ezt te miért így csináltad, vagy ezt ó, és ilyen is van. És egyébként ezt tart engem folyamatosan képben, és ezt fejleszt, hogy nagyon sokat kérdezek, és a kíváncsiságom ugye annyira szerte ágazó, hogy mik azok a témák, vagy akár hobbi szinten, vagy munkaszinten, amivel foglalkozom.
És ugye elkezdtem magammal foglalkozni, és egyre több olyan visszajelzést kaptam, hogy hát ugye nem, hát inkább ilyen plusz size-nak mondanám magam, hát egyértelműen nem inkább, hanem egyértelműen az vagyok. Tehát mondjuk ilyen 46 és 50-es méret között mozgok mikor, hogy, de mondjuk így visszatekintve a kérdésed, hogy honnan indult, azért olyan visszajelzéseket kaptam, akkor már ilyen korporát cégnél dolgoztam, marketingesként, hogy úgy nem látszik rajtam a súly, valahogy úgy olyan jól viselem. És akkor mondták a kolléganőim is, meg barátnőim is, hogy nincs kedved erről írni valami blogot, hogy így az outfitjeidet, a ruháidat megmutatni. És akkor mondtam, végül is ez ilyen nem rossz ötlet, és hát eleinte nyilván a barátnőim olvasták, meg a kolléganőim, tehát senki más, viszont mivel sok külföldi ismerősöm van, ugye egyből elkezdtem angolul írni, és ennek azért van jelentősége, mert hogy akkoriban történt Londonban az első plusz size divat hétvége. Uh-huh. És én elég sok külföldi bloggert követtem, amerikait és angolt, ugye nálunk akkor még egy eleve a plusz size sem volt annyira tiszta, hogy ez micsoda. Uh-huh. Hát a mai napig ez így van, tehát sokszor elmagyarázom még, hogy mi is az, meg hogy mi az, hogy pozitív testkép aktivista. Hát nekem volt olyan tévériportom, ahol így megkérdezték, hogy ez olyan, mint a Greenpeace, hogy én mondom, én nem láncolom magam sehová, tehát hogy így csak kiállok azért, hogy legyen egy pozitív testkép mindenkinek. És én felvettem a londoniakkal a kapcsolatot, hogy én tök szívesen írnék róluk, és akkor így bekerültem ugye ebbe a divatvilágba, és de már ott, úgy, mivel engem az emberi lélek mindig is sokkal jobban érdekelt, mint a divat, és elkezdtem ilyen úgynevezett pluszos szépségi interjúkat készíteni ott az angol eseménynek a szervezőivel, és ami aztán utána hétköznapi nőkkel, vagy ismert nőkkel, akár külföldi modellekkel, beszélgetések, és ezek ilyen írásos portrék. És ugye ott úgy kíváncsi voltam arra, hogy mi az a plusz, ami bennük van. Mitől mások ők, és mi az, ami szerethetővé teszi őket. És akkor mint egy ilyen elemzést elkészítettem ezeket az írásokat. A mai napig vannak egyébként fent, és el lehet olvasni ezeket az interjúkat. És innen indult az, hogy akkor így a lelki dolgokról is kezdjünk el foglalkozni. Tehát befelé is. Uh-huh. Mert hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy akár egy kukázsákba is jól tud kinézni az ember, tehát hogyha belül rend van, azt fog kívül látszani. És ennek az ellentétje az, hogy fel lehet venni a legdivatosabb és a legmenőbb dolgot is, az sem fog sehogy állni, hogyha az ember önmagával nincs kivékülve. Uh-huh. Ez nagyon igaz. Én is egyetértek ezzel. Még meg tök jó, hogy ezt most már így belelátunk, hogy kezdtél te is. Igen, tehát mondom, ez ilyen abszolút személyes blogként indult, és egyébként Blogspot felületen is volt a blogom, és ez az évek során lett az, hogy akkor nekem egy weboldalam lesz, ami ugye 3-4 éve átment egy ilyen arculatváltáson, a jelenlegi grafikát egyébként a könyvön is megjelenik, azt egy amerikai illusztrátor lány csinálta, akivel több hónapot Skype-on keresztül dolgoztunk azon, hogy a színek tudatosan vannak kiválasztva, tehát mi az, ami önbizalmat fejez ki, mi az, ami a lelkekre, lélekre hal, tehát a weboldalon is azok a pasztelszínek mind úgy lettek kiválasztva. Ő rajzolta egyébként ezeket a grafikákat, amiket hát így a könyvben is, de leginkább a weboldalon láthattok. Ezeket is például a könyv elején. Tehát mind az a téma, ami nálam megjelenik, és fontos. Hát Zsuska, mi még itt szerintem napestig itt tudnánk ülni. Is. De itt az adásunk végéhez érkeztünk sajnos. Én reménykedem benne, és gondolom a hallgatók is így vannak fel, hogy esetleg még majd valamikor Zsuskával tudunk készíteni egy interjút. El tudunk még csípni esetleg. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm. A magvas gondolatokat megosztottad velük. Köszönöm. Hallgatók meg is nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. És sziasztok, további szép napot, szép estét kívánunk nektek. Köszönöm szépen, sziasztok. Sziasztok.